A svájci 3-2-es vereség után a Ferencvárosnak mindenképp nyernie kell keddeste, ha idén újra beszeretne jutni a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Ami biztos, a Young Boys elleni visszavágón nem a közel 22 ezer hazai szurkolón múlik majd a siker, de az Péter Stöger vezetőedző is tudja, hogy nem szabad fejvesztve támadni. Nem mondanám veszélyhelyzetnek, hogy nagy lesz a teher rajtunk. Inkább úgy fogalmaznék, ez adja a sport savaborsát, amikor egy csapat a saját közönsége és teltház előtt játszhat. A Prága elleni mérkőzésen is nagy szükség volt a szurkolóinkra, most hasonló előnyt jelentett számunkra a hazai pálya, mint amennyire a műfüves pálya kedvezett a Young Boysnak az odavágón. Ami nem kérdés, Stöger sokkal inkább agresszív, semmint óvatos játékot vár a csapatától, amelyben a sérült Tokmak és Sigér, illetve Sárgalapok miatt Haratyin sem bevethető. Nem lenne túl okos döntés most a taktikánkról beszélni, de teltház előtt semmiképpen nem lenne túl szerencsés, ha a saját 16-osunk előtt várnánk, hogy mi fog történni. A szurkolók harcos mérkőzést várnak, nekünk pedig szerencsére sok olyan játékosunk van, akik többféle rendszerben képesek jól játszani. Most az ellenfél áll jobban, de harcolni fogunk. Mi is érzékeljük, hogy egy nagyon jó atmoszférájú stadion a Grupama. Kedden óriási hangulatra számítok. Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy a saját játékunkat játsszuk. Az első meccs után jók az esélyeink, megfelelő hozzáállással, magabiztos játékkal elérhetjük a célunkat. A Ferencváros egy nagyon jó csapat, képes a gólerős játékra, nem hiába szerepelt tavaly is a BL csoportkörben, és nem véletlenül nyert Zsinodban 3-szor magyar bajnokságot. A maximumot kell nyújtanunk. Éppen 26 éve történt, hogy a Ferencváros az Anderlecht kiejtésével az első magyar csapatként bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Most Péter Stöger is erre készül. Fontos a múlt, de én inkább a jelenre és a jövőre koncentrálok. Azt szeretném, ha 20 év múlva arról beszélnének majd az emberek, hogy a Fradi egy osztrák edzővel bejutott a Bajnokok Ligájába. Ez a legegyszerűbben egy, két vagy több gólos Fradi győzelemmel érhető el. Az idegenben szerzett találatok már nem jelentenek előnyt, ami azt jelenti, hogy keddeste bármilyen egygólos FTC diadal után hosszabbítás, majd szükség esetén 11-esek következnének. Készen állunk a hosszabbításra fizikálisan, ha pedig 11-esekre kerül a sor, meg kell találni a megfelelő ítélet végrehajtókat, hiszen Uzunő például nem volt ezen a téren túl szerencsés az utóbbi időszakban. Az edzéseken gyakoroljuk a 11-eseket, de elég régóta vagyok már a szakmában ahhoz, hogy kijelenthessem, a büntetők gyakorlásának nincsen komoly hatása a másnapi eredményességre, hiszen teljesen más sok szurkoló előtt a labda mögé állni. A Ferencváros továbbjutása esetén Zsinórban másodszor szerepelhet a Bajnokok Ligája csoportkörében, ha pedig nem jut túl a svájciakon, akkor az Európa Liga főtábláján próbálhat szerencsét.